2021 utolsó feltárása. Az év végén hatalmas avarkori temetőt találtak a régészek az Ipartelepi úton. Visszatér a tél a hétvégére. Egyes helyeken akár mínusz 10 foknál is hidegebb lesz, néhol havazás is várható. Pravoszláv ünnepet tartottak. A héten az ortodoxok is megemlékeztek Jézus születéséről a Nagyszerb templomban. Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, január 7-e péntek van, a Bajai Televízióban kezdődik a híradó. Termékeny évet tudhatnak maguk mögött a Tűr István Múzeum régészei. A szakemberek több helyszín mellett a tavalyi évet egy 2000 négyzetméteren elterülő ásatással zárták, ahol egy eddig ismeretlen korú telepet és egy avar temetkezési helyet fedeztek fel. Ma már alig van nyoma a pár héttel ezelőtti ásatásnak az Ipartelepi úton. Azonban, ahogy az ezen a légi felvételen is jól látható, a közel 2000 négyzetméteres területen a Tűr István Múzeum munkatársai körülbelül 200 objektumot azonosítottak be. A tavalyi év utolsó munkálatait egy próbafeltárás előzte meg még februárban, mondta el Csuvár Andrási Réka, az intézmény régésze. Miután ugye megtörtént a próbafeltárás, ugye így hívjuk a következő lépést, hogy megelőző feltárás, ez egy teljes felületű feltárás, ugye erre azért van szükség, hogy teljesen a területet régészetileg úgymond mentesítsük, és utána már nyugodtan tudjanak a beruházók munkálkodni. Ez bürokratikus szempontból sem egyszerű, mert nyilván a beruházót terheli a régészeti feltárás költsége, így ez mindig természetesen egy nehezített körülmény, de ez esetben elég simán lezajlottak ezek a dolgok is. A hatalmas területen egy, a 7. és 9. század közöttre tehető avartemetőt lokalizáltak, és egy szarmata telepet is felfedeztek a 2. és az 5. század idejéből. A múzeum részéről meg nem volt példa arra, hogy ekkora területen folytassanak feltárást. November végétől pedig az időjárás is megnehezítette a munkálatokat. Valószínűleg, amikor elköltözött ez a népcsoport, amelyik lakta a telepet, az mindent vitt magával gyakorlatilag. Semmiféle fémanyagot nem sikerül sajnos találnunk. Nagyon kevés kerámia került elő. Ezek a jellegzetes szürke korongolt szarmata edények, és illetve egy teraszigillát a darabka is napvilágot látott. És ami ugye jellemző volt inkább, hogy az állatcsontok szerepeltek ugye a leletek zömében. A tavalyi munkálatok során talált maradványokat és tárgyakat a szakemberek jelenleg restaurálják és azonosítják. A múzeum szakembereinek 2021-es tevékenységével a Bajai Kultúra jövőkeddi adásában foglalkozunk bővebben. Egyre többet használják az emberek a mobiltelefonokat. A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi kimutatása szerint 2021 harmadik negyedévében 35%-kal haladta meg az egy évvel korábbi értékeket a készülékek adatforgalma. A technológiák sorában továbbra is a negyedik generációs rendszer vezeti a listát, az adatforgalom mintegy 96%-a 4G LTE rendszeren keresztül zajlott. A héten közzétett kiadvány szerint az egy SIM-kártyára jutó adatforgalom megközelítette a 25 gigabájtot. 2021 harmadik negyedévében a mobilhálózatról indított hívások száma csaknem 2,5%-kal bővült az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Egy mobil előfizetésre átlagosan napi 5,7 perc beszélgetés jutott, ami megegyezik a 2020-as év értékeivel. Aktív SIM-kártyáról átlagosan 4-szer több hívást indítottak, mint vezetékes vonalról. Az összes telefonbeszélgetésre fordított idő 90%-át mobiltelefonról kezdeményezett hívások tették ki a vizsgált időszakban, közölte a KSH. Pravoszláv karácsonyt tartottak szerdán Baján. A Nagyszerb templomban ez alkalommal Jován Bibics celebrálta az ünnepi misét. Hogy az ortodoxok miért ilyenkor emlékeznek meg Jézus születéséről, azt megtudhatják híradónkból a sportpercek előtt. Érdemes lesz ismét elővenni a nagy kabátokat, hétvégén ugyanis visszatér a tél. Az előrejelzések szerint a következő napokban jelentős lehűlés várható, szombaton akár 10 centis hóréteg is kialakulhat a déli ország részben. A balesetek elkerülése érdekében fokozott óvatosságra intik a közlekedés valamennyi résztvevőjét.
Az elmúlt napokban tapasztalt kellemes, tavaszias időjárás után a hétvégén újra beköszönt a tél, így érdemes lesz melegen öltözni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint a szombat hajnalban érkező hidegfront hatására jelentősen visszaesik a hőmérséklet, a mínuszfokokkal együtt pedig havazás is várható. A csapadék jellemzően az ország déli, délkeleti részét érinti, így néhány nap erejéig térségünket is ellepheti a hóréteg. A várható hó mennyisége általában lepel és 5 cm között alakul, a keleti határ felé haladva, illetve a délkeleti régiókban az 5 és 10 cm-nyi hóréteg sem kizárt. Tulajdonképpen a határ közelében még akár a 10 cm-t meghaladó hóréteg is előfordulhat. Ez lesz a jellemző a szombati napon, majd ez a csapadék zóna a vasárnap délelőtti napközbeni órákban elhagyja hazánk területét. Északnyugat felől azonban újabb csapadékra lehet számítani. Vasárnap már ónos eső is előfordulhat az ország egyes pontjain. A jeges réteget képező borítás miatt az utak csúszossá válnak. A síkos felület következtében megnő a közúti balesetek esélye. Márki András, az egyik bajai autós iskola vezetője azt mondja, a jégpályához hasonló aszfalt még a tapasztalt sofőröket is kihívás elé állítja, így ilyenkor fokozott óvatossággal ajánlott közlekedni. Az unos eső az olyan, hogy leesik a földre, tulajdonképpen is abban a pillanatban megfagy, tehát ott rögtön odafagy. Ezáltal végül is hidegek, a gumik, hideg a talaj, nem beszél róla, hogy ez egy égpáncél lesz az egész úttest. De most hát azt még úgynevezetten gyalogosan sem tudjuk koordinálni magunkat olyankor. Na most hát a gumi az meg nem tapad abszolút az úttesthez, tehát olyankor egy égpáncél az egész út, viszont azon nagyon-nagyon csúszik a gumi, úgyhogy ott nincs olyan, hogy megállunk, nincs olyan, hogy ha nagyon lassan megyünk, még akkor is gondot okoz a megállás, tehát azt azért szoktuk javasolni, hogy az ónos esőnél abszolút ne induljunk el, hanem muszáj. Fontos, hogy aki eddig elmulasztotta a téli gumicserét, rövid időn belül pótolja az elmaradást. A nyári abroncs ugyanis nem biztosít megfelelő tapadást a téli évszakban, ez pedig növeli a balesetek kockázatát. Balesetveszély miatt lezárták a Sugovica híd lépcsőjét a Petőfi-sziget felőli oldalon. Az intézkedésről Szél Péter alpolgármester egy az esetre reagáló közleményben úgy fogalmazott, hogy az elmúlt év során szerették volna felújítani a másik két lépcsőt is, de a járvány következtében elvont önkormányzati bevételek a fejlesztési lehetőségek csökkenését okozták, így a munkálatokat elhalasztották. Hozzátette, hogy most készül az önkormányzat 2022-es költségvetése. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a mintegy 16 millió forint körüli felújítás ebben az évben megvalósulhat-e, azonban egyre sürgetőbb a szigetre vezető híd teljes felújítása, amelyre a most induló pályázati időszakban nyújtanak majd be támogatási igényt. Ennek eredményességétől függ a lépcsők felújítása, amennyiben nem tudnak erre hamarabb forrást elkülöníteni, de mindenképpen szeretnék folytatni a 2019-ben megkezdett renoválást, írta levelében az alpolgármester. A világjárvány kitörése óta egyre népszerűbb sport Magyarországon a horgászat, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy évről évre jelentős mértékben növekszik a regisztrált horgászok létszáma. Ma már a teljes lakosság több mint 7%-a rendelkezik horgászengedéllyel. A Magyarországos Horgászszövetség háromszintű rendszerébe 2021. december 10-éig több mint 776 ezer horgászt regisztráltak, mondta Csizmár Erika, a MOHOZ igazgatója. 2019. január 1-ét követően minden egyesületi tagságra kötelezett, vagy azt vállaló horgász számára kötelező a regisztráció. A gyermekhorgászoknak is kiváltható a horgászkártya, őket is szükséges regisztrálni. A horgászkártya kiváltása kétféle módon történhet. Online a horgászjegy.hu felületén, illetve személyesen a regisztrációs pontok valamelyikén. A horgászengedély kiváltásához meg kell adni a személyes adatokat. A horgászkártya ára 2022-ben is 2200 forint. Ez a díj tartalmazza a balesetbiztosítás, a kártya előállításának és személyre szabásának díját, valamint a posta költséget. Az engedély ára az egységes szövetségi hozzájárulás emelkedése miatt drágult 2022-ben, amely 1000 forint többlet kiadást jelent a tavalyi évhez képest.
Általános, illetve sporthorgászat esetében kedvezmények járnak, többek között igazolt értelmi, mozgásszervi, hallási, látási fogyatékosság esetén akkor, ha a horgász betöltötte a 70. életévét, illetve sportcélú jegyre jogosultaknak és nőknek is. Nem árt tudni, hogy mennyi az a maximum halmennyiség, amit horgászás során hazavihetünk. Ezt nem csak azért érdemes betartani, hogy ne kapjunk büntetést, de a hal populáció számának megőrzése miatt is fontos. A kategóriánként hazavihető maximális halmennyiséget a hellovidék.hu honlapon egy táblázatban foglalták össze. Jézus születésére emlékeztek a héten a bajai szerb ortodox templomban. A hagyományos Gergely naptárral ellentétben ugyanis az ortodox vallásban még a régi Julianus naptárat használják. A szerb kisebbség számára így két héttel később kezdődik a karácsonyi ünnepkör. A Szent Misét Jován Bibic ortodox pópa celebrált a szerda este. Kigyúltak a fények a Szent Miklós görögkeleti plébánia templomban, ugyanis elkezdődött az ortodox karácsonyi ünnepkör. A bajai szerb önkormányzat minden évben kiad egy naptárat, amelyben kétféle, a hagyományos és az ortodox rend szerint vezetik a heteket, mondta el híradónknak Barabás Tibor, a kisebbségi önkormányzat képviselője. 1000 évvel ezelőtt volt egy egyházszakadás, amikor is külön vált a katolikus és az ortodox keresztény egyház, és pontosan nem emlékszem, mikor a Gergely naptárnak a változásával állt be ez a különbség, ami körülbelül most 2 hét eltéréssel van, és mi maradtunk a régi naptárnál, és ez körülbelül ezzel jár, hogy január 7-én van nekünk a karácsony. Az ortodox istentisztelet 3 részből áll, és több mint 2 órát ölel fel, minden nép a maga nyelvén végzi a szertartást. A bajai szerb közösség jelenleg 20-25 tagot számlál. A képviselő szerint kevesen vannak, de összetartóak, rendszeresen találkoznak. Az államtól és a városi önkormányzattól szintén kapnak támogatást a programok lebonyolítására. Vallási közösség az hogy mondjam, eléggé leamortizálódott. Tulajdonképpen most kezdtük el ezt fölépíteni, legalábbis én nekem az egyik feladatomnak, személyes feladatomnak is tartom, hogy ezt újra életre keltsük. Kezdődik ez többek között olyan dolgokkal, hogy a nem volt bejegyzett adószámmal ellátott nyilvántartásba vétele ennek a közösségnek. Hozzátette, az adózási számot nyáron megkapták. Ennek megszerzése azért volt fontos pontja a közösség építésének, mert így tudnak pályázatokat beadni például a templom felújítására, ami már igencsak időszerű lenne. A következő napokban több esemény helyszíne is lesz a Dr. Posta Sándor sportcsarnok. A legtöbb mérkőzést a labdarúgást kedvelők élvezhetik a futszál kupán, de a női kosarasok is megkezdik az évet. Hétvégi előzetesünk következik. Immár 17. alkalommal rendezik meg az Optimum Solar Offenbacher Nándor futszál kupát, amely szombaton kezdődik Baján a Dr. Posta Sándor sportcsarnokban. Betegségek és sérülések miatti visszalépések nehezítették a sorsolás elkészülését, de végül kialakult a 16 csapatos mezőny. Vidékről ezúttal kevesebben érkeznek a tornára, de a szervezők így könnyebben tudnak ügyelni a vírushelyzet miatti óvintézkedésekre. A döntőre vasárnap 15 óra 30 perckor kerül majd sor. A Bajai Női Kosárlabda Klub vasárnap este 18 órától látja vendégül ez évi első ellenfelét, a Soproni Sportdarás csapatát. Az eddig még nyeretlen bajai csapat a téli pihenőről tér vissza, a szurkolók reményei szerint újult erővel. A darazsak a tabella közepén helyezkednek el a bajnokságban. A férfi kosarasok nem pihenhetnek sokat a szerdai vereség után, ugyanis vasárnap már utaznak is a következő ellenfélhez. Hosszú Istvánt a szerdai mérkőzés után kérdeztük az elkövetkező mérkőzésekről, és arról, hogy a sok nehézség után, ha már nem a hiányzásokról kell beszámolnia, hogyan fog teljesíteni a Bajai Bácska csapata. Hát remélem, hogy akkor azért jobbak leszünk.
és remélem, hogy ez minél előbb, vagy minél hamarabb meg fog történni. Hát most addig azért legalább a tisztest, helyes állás lenne jó, de hát ma igazán én azt gondolom, az első fél időben sikerült csak ezt megvalósítani, a másikban nem egészen. A nagykőrösi Solymok a lányok ellenfeléhez hasonlóan a középmezőnyből várja a bajaiakat vasárnap este. Következzék egy rövid összefoglaló a mai tartalomból. 2021 utolsó feltárása. Az év végén hatalmas avarkori temetőt találtak a régészek az Ipartelepi úton. Visszatér a tél a hétvégére. Egyes helyeken akár mínusz 10 foknál is hidegebb lesz, néhol havazás is várható. Pravoszláv ünnepet tartottak. A héten az ortodoxok is megemlékeztek Jézus születéséről a Nagyszerb templomban. Kedves nézőink, péntek esti híradónk végére értünk itt a Bajai Televízióban, legközelebb hétfőn este 6 órakor várjuk majd Önöket. Most még elmondjuk, milyen időre számíthatunk a hétvégén, és megtekinthetik a Duna vízállásának adatait is a képernyőn. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton az ország északnyugati-nyugati felén vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, majd délutántól ott csökkenhet is. Az ország délkeleti-keleti részén jobbára borult idő várható, majd a délutáni esti óráktól ott is vékonyodni, szakadozni kezd a felhőzet. Hazánk északnyugati-nyugati részén nem valószínű számottevő csapadék, másút több helyen fordulhat elő havazás, a keleti határ közelében néhol havas eső sem kizárt. A szombat délutáni órákban mínusz 2 és plusz 4 fokot mérhetünk. Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Reggelig valószínűleg a Tiszántúlon is megszűnik a havazás. Napközben, majd éjjel elsősorban hazánk nyugati, északnyugati felén fordulhat elő szorványosan havazás, helyenként havas eső, eső, ónos eső is. Hajnalban kötfoltok képződhetnek. Vasárnap hajnalra többnyire mínusz 8 és mínusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a hóval borított tájakon jóval hidegebb is lehet. Délután mínusz 2 plusz 5 fok közötti hőmérséklet valószínű.